A mai tehetségnapot egy úgynevezett alkotói hét előzte meg. Ennek lényege, hogy az iskola diákjai egy héten keresztül csak azokon a tanórákon vesznek részt, amelyen évközben a legjobb eredményt érték el. Az iskola igazgatója szerint ezeken a foglalkozásokon tűnnek ki az igazán tehetséges diákok, akiket aztán az iskola olyan útra terel, ahol még többet megtanulhatnak kedvelt tantárgyukról. Mindenek utána megy, tanári segítséggel, egyszer aztán kinő minket, tehát nem leszünk elegendő információ forrása számára, akkor tudjuk küldeni levéltárba, könyvtárakba, vagy egyetemi tanszékekre, és aztán elmegy a konferenciára, ahol előadja, hogy ő mihez ért. Most itt van a kulcskérdés, tehát nem 3000 oldalt kellett megtanulnia a próbetűvel, hanem ő vállalja, hogy valami ezért. A konferencián a zsűri, az egy szakértő zsűri, többnyire egyetemekről, és aztán minősítik. A diákok a saját kutatásaikról is előadást tartottak. Segesdi Martin például a természettudományok iránt érdeklődik. Munkájával a Kutató Diákok Országos Konferenciáján 2010-ben az első helyezést szerezte meg. Az ősmaradványok nagyon sok információt árulnak el arról, hogy az egykori élőhely, mielőtt meg elpusztult volna, hogyan festhetett, és én konkrétan erre kerestem a választ. A csiga fosszíliák megfigyelésével aztán végeztem egysejtűek maradványainak a vizsgálatát is. A tehetséget figyelni kell, az, hogy kiben rejlik ilyen adottság, nem minden esetben derül ki a tanórákon. Ezért van szükség az alkotóhétre és a tehetségnapra, mert ilyenkor kerülnek elő a speciális tehetségek. Maga az, hogy